Kibővült szolgáltatási körrel várják az ügyfeleket a Jogpont Plusz irodák Szombathelyen is. Az ingyenes jogsegélyt bárki igénybe veheti. A vörösbor mérsékelt fogyasztása csökkenti az érelmeszesedés következtében kialakuló betegségek kockázatát. Ezt az Európai Kardiológus Társaság is megerősítette. A Szent Márton utcában működik ezen túl a Baptista Imaház. A gyülekezet megvásárolta az épületet. A cipős doboz ajándékokat is ide várják majd. Ez a Szombathelyi Televízió híradója, a műsorvezető Prikazovics Ferenc. Jó estét kívánok! Kibővült szolgáltatásokkal várják az állampolgárokat a Jogpont Plusz irodák megyeszerte. Korábban csak munkajoggal foglalkoztak, nyáróta az ingyenes tanácsadás kibővült család, cég és közigazgatási joggal, de társadalombiztosítással kapcsolatos kérdésekkel is lehet hozzájuk fordulni. Szombathelyen két iroda működik. Védelmezni mások jogait az emberi lét legnevesebb és legszebb célja. Ezt egy libanoni költő írta, de azt gondolom, hogy ez a gondolat gyakorlatilag a jogsegélyszolgálatok mottója is lehet. Ezekkel a szavakkal üdvözölte a Jogpont Plusz irodák felállását Popovicsné Tisza Edit, a Vas megyei kormányhivatal igazgatója, aki úgy véli. Védelmezni az elesettek, rászorultak jogait a szolgáltató állam feladata is. Nyár közepe óta újfajta jogsegélyszolgálatot működtet 6 országos munkavállalói és munkáltatói érdekképviselet. A Jogpont Plusz célja, hogy valamennyi állampolgár számára térítésmentes és elérhető szolgáltatást biztosítson. A korábbi Jogpont irodák csak munkajogi kérdésekben álltak az érdeklődők rendelkezésére. Ez most változott. Bővült a szolgáltatások köre. Az előző hálózat főleg munkajogi kérdéseket tűzött az zászlajára, mi ennél bővebb szolgáltatást céloztunk meg. Egyrészt a témákban bővebb, másrészt viszont a tanácsadás formáiban bővebb, hiszen elképzelhető, hogy nálunk valaki csetel, és az interneten így kap tanácsot. Nyugat-Dunántúlon 24 városban 18 ügyvéd lát el ingyenes jogsegélyszolgálatot. Szombathelyen két helyszínen, a Szélkálmán és a Kossuth-Lajos utcában van ügyfélfogadás. A szolgáltatási paletta nyáron kibővült család, cég és közigazgatási joggal, de társadalombiztosítással kapcsolatos kérdésekkel is lehet hozzájuk fordulni. Nem csak személyesen, az interneten keresztül is. Az ügyfelek megismerték, egymásnak adják a kilincset, az ötleteket, a javaslatokat, és az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy a munkajog az kiemelt szerepet játszik az ellátásban, a családi jog is. Nagyon-nagyon sok kérdést merítenek fel a ott résztvevő állampolgárok. A szakember úgy véli, a mai gazdasági viszonyok indokolják, hogy a jövőben végrehajtási joggal is foglalkozzanak. A karácsonyi bevá...